Kosárlabda Pécsett sikersportágnak számít, ám az élmezőnybe tartozó csapatok mellett kevés szó esik a hátországról, a lelkes amatőrökről. Hogyha a kosárlabdára tekintünk, akkor hogyan állunk Pécsett, ami az amatőr bajnokságot, a városi bajnokságot illeti? Pécsett a városi amatőr bajnokságban a fiúknál jelenleg 7 csapat van, a lányoknál 5 csapat, valamint a középiskolás fiúknál szintén 5 csapat van. Nagy nehezen sikerült ezt a bajnokságot elindítani. Régebben a fiúknál több csapat volt, csak lényegében a kiöregedés miatt ezek a csapatok megszűntek. Nagyon szeretnénk, hogyha a jövőben mind a lányoknál, mind a fiúknál azok a csapatok, akik valahol játszanak, vagy játszottak, mivel tudomásom szerint Pécs városában több iskolában vegyes csapatok is játszanak. Tehát nem zárjuk ki a vegyes csapatoknak a jelentkezését sem a városi bajnokságból, abból a kikötéssel, hogy a vegyes csapatok természetesen csak a fiú bajnokságba indulhatnak, de hogy most is van rá példa a két csapatnál, ahol vegyes csapatok vannak, és ezért szerepelnek a bajnokságban. Milyen játékerőt képviselnek az általad említett csapatok, vagy fontos ez? Itt nem a játékerő a lényeges, hanem a hobbi az, hogy aki régen kosarazott, vagy valamikor a gyerekével úgy kosarazott, hogy abba hagyta, nem jutott el az válogatott, vagy olyan szintre, ahol NB-s bajnokságba szerepeljen, és még mindig a mozgás hiánya van, azoknak a játék lehetőségének a biztosítása. Edzőként is közreműködsz természetesen ebben a bajnokságban, a csapatod hogyan áll össze, és mennyire jó teljesítmény az, amit ők a pályán mutatnak? Hát igen, sajnos, mint hogy 5 csapatom van jelen pillanatban, akik a városi, illetve a megyei bajnokságban szerepelnek. Hát a városi bajnokságban van a fiúknál 3 csapat, ebből 2 fiú csapat és egy vegyes csapat, illetve a lányoknál 1 csapat és a megyei bajnokságban 1 csapat. Változó sikerekkel szerepelünk a bajnokságban, hol kisebb-nagyobb győzelmek, kisebb-nagyobb vereségek, ez attól függ, főleg, hogy a városiban, hogy kik kérnek rá, hogy tudnak eljönni, mert itt végül is mindenki hobbi szinten csinálja, csak van, aki 6 óráig dolgozik fél hétig. Hát ez sokat nyom alatt be azt, hogy tud összeállni a csapat. Melyek lennének azok a célkitűzések edzőként, és mint a szövetség tagjaként is, vezetőjeként, amelyeket a jövő évben mindenképpen szeretnétek megvalósítani? Mindenképpen szeretnénk a szabadidős sport keretén belül elsősorban a városi bajnokságoknak a továbbfejlesztését. Szeretnénk tavasztal egy Kovács József hagyományos kupát, amit tavaly nem tudtunk megrendezni, idén megrendezni, illetve 2 középiskolás Iplinger József kupát rendezünk februárban a fiúknak és a lányoknak, ahol bárki szerepelhet. Illetve még egy, amit szeretnénk nagyon, ami rég jött a vágyunk, az, hogy egy középiskolás, olyan középiskolás bajnokság, ahol 5-edévesek is játszhatnak, igazoltak is játszhatnak. Tehát mivel ezeknek a gyerekeknek nincs lehetőségük, sportolási lehetőségük a városban, mert ugye a megyebajnokságban túlkoros játékos nem szerepelhet. Mikor kezdted a kosarazást, és miért maradt el meg ennél a sportnál? Hiszen most azért amatőr szinten űzitek. 15 évvel ezelőtt kezdtem, Szigetváron, mivel ott laktam, és ott játszottam NB2-ben, és azóta hobbi szinten Pécsett, mivel itt lakom. Milyen az a mostani mezőny, ahol most játszotok? Hát most egy győzelem után vagytok, gondolom, ti azért egész jó erőt képviseltek. Hát ez azért nem egészen így van. A mezőny elég vegyes, vannak egyetemisták, középiskolások, és mi, akik már inkább dolgozunk, tehát idősebbek vagyunk, és hobbi szinten valahol játszani szeretnénk. És ezért indultunk el. Milyen eredményeitek vannak? Hát eddig ez volt az első győzelmünk, 3 meccs után, azért most végre sikerült valamit ebben az évben is felmutatni. Eddigi teljesítményekkel nem voltatok elégedettek? Nem igazán, mert nem tudtunk rendesen edzeni, kevés az ember. Tehát szeretnénk, ha többen kosaraznának, csak nehéz megtalálni azokat, akik szeretnének kosarazni. A Volánese női kosárlabda csapata ezért várja mindazok jelentkezését, akik szívesen kosaraznának velük. Edzéseik hétfőn és szerdán vannak, 17 órától a Kodály Gimnázium csarnokában.